Isten szeretne nekünk növekedést adni az életünkbe, és hogy milyen ez a növekedés, hogy milyen részei vannak, meg szeretném, hogyha egy kicsit előtte így az egységről beszélnénk, hogy milyen az Isten szerinti egység. És rész, amit hoztam, ez az 1 Korintus 3. fejezete, 6-tól a 17. versig. 1 Korintus 3, 6. verstől a 17. Én ültettem, Apollós öntözött, de Isten adta a növekedést. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Aki ültet és aki öntöz, egyek, és mindegyik a maga jutalmát kapja majd fáradozásához méltóan. Mert mi Isten szolgálatában állunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Az Istentől adott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá, mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, aki Jézus Krisztus. Az pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drága követ, fát, szénát vagy szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz. És hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja próbára tenni. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni. De ha valakinek a munkája megég, kárt val. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok, és az Isten szelleme lakik bennetek? Ha valaki Isten templomát beszennyezi, azt elpusztítja Isten, mert Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok. Így eddig volt ez a rész. Mondtam, hogy két dologra szeretném, hogyha így gondolkodnánk közösen. Az egyik az egység, és ez a rész, ez főleg a növekedésről szól. De ha megnézzük azt, hogy előtte mikről van szó, csak egy két igeverset felolvasva így hangzik előtte lévő rész, hogy én Pálé vagyok, a másik pedig azt mondja, én Apollósé. Nem emberi módon beszéltek-e? Hát ki az az Apollós, és ki az a Pál? Szolgák csupán, akik által hívőké lettetek, mégpedig ki úgy szolgál, ahogy megadta neki az Úr. És látjátok, hogyha behelyettesítitek ezt a neveket, hogy ugye kinek az életében kik voltak azok az emberek, akik által megismertük Jézust, akkor mi is tudnánk ilyen embereket mondani, hogy kik voltak azok a személyek, akik lehet először, lehet, hogy több egyére mondták el nekünk az evangéliumot, a jó hírt. És nagy ajándék ez, hogy vannak ilyen emberek, de arra hívja fel itt az ige a figyelmet, hogy ezek is csak szolgák, mi is csak szolgák vagyunk, akik Isten hírét tudjuk továbbadni. És ezért fontos az, hogy egységbe tudjunk lenni, hogy lássuk azt, hogy nem az emberek a lényegek, vagy nem ezek a szolgák, hanem aki önmögött áll Isten, és hogy Isten az, aki képes nekünk egységet adni. Mi is ez az egység? Látjátok, hogy így a gyülekezetben is különböző részek vannak, vagy különböző részekből állunk, mint egyen-egyen emberek, de fontos az, hogy egyfelé menjünk, és ebbe az egységbe nem az tartozik bele, hogy mindenki uniformisan ugyanúgy néz ki, ugyanazt a stílust képviseli, hanem az alap, akit itt is itt szó van erről, hogy Isten az alapja az életünknek, és lehet, hogy mindenki egy kicsit másképp ismerte meg az Urat, más környezetből jövünk, de az alapja mindenkinek ugyanaz, hogy Isten az, aki az életünk alapja tud lenni. Tehát ugye az egységben, ami itt erről is szó van, nem az egyformaság van benne, hanem az, hogy az alap az egy, hogy Istentől indulunk, és ő az alapja az életünknek. Van egy ilyen rész a Bibliában, amikor Jézus mondja, hogy én és az Atya egy vagyunk, hogy Jézus is úgy cselekedett, ahogy az Atya kérte, ahogy az Atya mondta neki, és hogy mi az ő akarata, az folyamatosan Jézus is kereste.
Szerintem nagyon példaértékű Jézus életében az, hogy reggelente úgy kezdte a napjait, hogy kereste az Urat, kereste az Atya akaratát, hogy mi az ő akarata, akár aznapra, vagy akár hosszabb távra is. És így voltak együtt, vagy egyek, hogy folyamatosan kapcsolatban voltak egymással. Folyamatosan Jézus is kereste az Atya akaratát. És mi is ez az egység, és miért fontos, hogy egységbe legyünk? Most itt ezt értem gyülekezet szinten is, hogy egységbe legyünk, mint pedig úgy is, hogy személyes életünkbe egységbe legyünk az Úrral. Maga az egység, hogyha meg lehet fogalmazni, akkor ugye az evangéliumhoz, a jó hírhez ragaszkodó vagy illeszkedő életet jelent, hogyha személyesen nézzük, de akár így a gyülekezeti szinten is, hogy az evangéliumhoz, ahhoz a jó hírhez, amit Isten azért adott nekünk, hogy újra visszaalakuljon az a kapcsolat, ami eredetileg volt. Hogy mi bűnbe mentünk, és nem Istent választottuk, de Isten megoldásképpen Jézus megadta, hogy azáltal, hogy elfogadjuk Jézust, akkor újra visszaalakulhat ez az egység, ez a jó kapcsolat Istennel. És milyen aspektusai lehetnek ennek az egységnek? Egyrészt fontos az, hogy szeretetben legyünk egységben. Ezt most nem első körben az érzelmi dolgokra szeretném kihegyezni, hanem az, hogy jobban szeretjük az Úr Jézust, mint saját magunkat. Hogy képesek vagyunk háttérbe szorítani magunkat, vagy a saját akaratunkat azért, hogy amit Jézus Krisztus mond nekünk. És hogy ebbe a szeretetben benne van az is, én úgy gondolom, hogy kimondjuk az igazságot, és ragaszkodunk az igazsághoz, akkor is, hogyha lehet, hogy abban a környezetben, amiben éppen felvállaljuk az igazságot, nem biztos, hogy pozitív visszacsatolást kapunk. Akár így az iskolában, vagy a munkahelyen, amikor van egy-egy vitahelyzet, vagy egy-egy olyan, amikor elmondhatjuk mi is a véleményünket, akkor kiállunk, hogy mi hogy gondolkodunk, vagy Krisztus hogyan gondolkodik abban a helyzetben. Nagyon kemény szerintem a tanítványoknak az élete, hogyha végig gondoljátok, hogy ők, miután Jézus elment, akkor nagyon sokan meg is haltak Jézusért, úgy követték az Urat. Tehát, hogy ez nem gyerekjáték tényleg, hogy szeretetben is, az igazságban is egységben legyünk Istennel. Aztán a másik, hogy szellemben is fontos, hogy egységben legyünk az Úrral. Hogy értem ezt? A Galata 5. fejezet 25. versében így olvassuk, Galata 5.25. Ha szellem által élünk, akkor éljünk is a szellem szerint. Itt egyébként a szellem gyümölcséről van szó az előző részben. Szóval fontos az, hogy ne csak megújuljunk a szellem által, hanem benne is kell járni, ő szerint is kell élni. És akkor ugye megjelennek azok a gyümölcsök, vagy az a gyümölcs, amit itt olvasunk, a szeretet, amiről előzőleg is beszéltem, az öröm, a békesség, türelem, és akkor lehet még folytatni. Szóval fontos, hogy ebben is egységben legyünk, hogy szellemben is egységben legyünk. Aztán, ami még fontos az egységgel kapcsolatban, hogy Krisztus testében is egységben tudjunk lenni. Hogyha belegondoltok, hogy ugye a Biblia is él ezzel a példával, hogy az emberi szervezet is mennyire komplikált, és mégis egység. Hogyha csak egy kicsi részben probléma van, azt meg fogja érezni az egész szervezet. Van egy ilyen betegség, ami igazából egy szédüléssel jár, és kimutatták, hogy egy nagyon-nagyon picike kis méz kristály a belső fülben, hogyha az elmozdul, akkor egy egész szédülést, hányingert, hányást okoz, pedig az csak egy nagyon-nagyon kicsi méz kristály, az, ami nincs akkor a helyén, az mozgatja meg, vagy az indítja be így ezt az egész dolgot. Szóval gondoljátok be, hogy ez nagyon-nagyon kicsi dolog, és fel se tűnik, nem is látszik, és mégis utána az egész szervezetre, meg milyen hatással van, hogyha nincs a helyén a test is. Ezért fontos, hogyha ezt most vetítjük így a gyülekezetre, hogy itt is mindenki tudjon így a helyén lenni, hogy nem mozduljunk el a helyünkről, hanem ott legyünk, ahova Isten bennünket elhívott, hogy ellássuk azokat a feladatokat, amit Isten adott. És
Miközben így ezen gondolkodtam, hogy mit jelent Krisztus testében, egységben lenni, eszembe jutott az, hogy ez nem egyenlő azzal, hogy egymás mellett vagyunk és egymás mellett dolgozunk, hanem együtt dolgozunk. Ugye ez olyan, mint mondjuk akár egy, lehet, hogy ez a példa nem teljesen fedi le, de talán egy kicsit közelebb visz, hogy mint hogyha egy projekten dolgoznánk, hogy mindenki oda teszi az ő részét, amihez ért, ami segíti azt, hogy végül is a projekt, az, amire elhívott bennünket Isten, az megvalósuljon. Szóval fontos, hogy tényleg így legyünk egységben, hogy nem csak egymás mellett vagyunk, és mindenki a maga feladatát végzi, hanem együtt végezzük ezeket a feladatokat. És látjátok, hogy most is nagyon sok döntés előtt állunk, meg nagyon sok döntés is van mögöttünk, és ezért fontos, hogy lássuk, hogy merre megyünk, hogy mi így a célunk. És ez is a következő, amiben szerintem fontos, hogy egységben legyünk, az a misszió, az amire elhívott bennünket Isten, hogy képviseljük őt a munkahelyünkön, a környezetünkben, a családunkban, az egyetemen is van egy lehetőségünk, és ugye, mi fontos ehhez, hogy a misszióban ott legyünk? Egyrészt fontos, hogy ott legyen a szívünk, ott legyen az, hogy akarjuk azt, amit Isten szeretne, és hogy fejlesszük azt, amit Isten nekünk adott. Aztán ami fontos a misszióval kapcsolatban, hogy legyen ott az akaratunk, az, hogy akarjuk azt tenni, amit Isten elhívott, amire Isten elhívott bennünket, amilyen ajándékot adott. És fontos, hogy a cselekedeteken kívül még odaadjuk az elménket is erre, hogy Istennek adjuk oda az elménket, hogy tudja így formálni a gondolkodásunkat, hogy tudja, lehet, hogy valamiben nem olyan dolgokat hozunk, amik a Isten való misszióban beleilleszkedik, ezért engedjük, hogy Isten formálja a gondolkodásunkat, hogy formálja a szívünket, hogy formálja a cselekvésünket, és így tudjunk egységbe lenni. Egy igazából költői kérdés, és ugye beszéltünk több mindenről így az egységgel kapcsolatban, hogy a szeretetben, szellemben, vagy Krisztus testében, hogy mit teszünk mi azért, hogy egységben legyünk. Akár most értem úgy is, hogy mint személyesen az életünkben, vagy akár mint gyülekezet is, hogy tudjunk egységben lenni, és tudjunk így előre mozdulni. És itt nem akarom azokat az embereket, mert itt is ki van emelve, hogy tényleg Pál is, Apollós is egy olyan emberek voltak, akik gondozták, akik hirdették az evangéliumot, és nagyon fontosak voltak ezek az emberek, de itt az ige is, meg Pál apostol is felhívja a figyelmet, hogy nem az emberek az elsődleges, lényeges dolgok, hanem tényleg azok, amit hirdetünk, amit hirdettek ők is, hogy Isten az alapja az életünknek. És az egységen túl miért is fontos az, hogy növekedjünk. Egyrészt, hogyha belegondoltok abba, hogyha van egy víz, és az megáll, vagy álló víz, akkor utána, ha stagnálás van benne, akkor az a víz megposhad, és utána már nem lesz semmi fogyasztásra, vagy élőhelyre alkalmas hely. Ezért fontos, hogy mi se, az mi életünkben is, hogyha akár látjuk, hogy eljutottunk valameddig Istennel a kapcsolatban, ott nem kell megállni, hanem van tovább is lehetőség, hiszen látjátok, hogy nem hiába vagyunk itt a Földön, hogy amíg Isten ide helyezett és itt szeretne látni, akkor valószínű, hogy van még akarata velünk. Szeretné, hogy még jobban megismerjük őt, hogy növekedjünk benne. És az első rész, ugye ezt olvassuk, hogy én ültettem, Apollós öntözte. Ugye van egyfajta ültet, van egy rész, amikor ültetés volt, aztán utána öntözés, hogy növekedjen. Isten adja ezeket a feladatokat nekünk, hogy lehet, hogy valakinek az a mi életünkben, vagy az ő életében a mi szerepünk, hogy egyszer elmondjuk az evangéliumot, vagy lehet, hogy egyszer csak így tudunk segíteni valamivel, és hogy elmondjuk, hogy azért tudtunk segíteni, mert nekünk Krisztus az Úrunk, és utána lehet, hogy mi nem látjuk soha többi azt az embert, mert mi voltunk azok, akik meg elültettük azt a magot. És utána más lesz az, aki öntözi, de Isten adja a növekedést, hogy Isten mindenkinek más szerepkört ad. Hogyha
ti is végig gondoljátok, de én is így, amikor ezen gondolkodtam, végig gondoltam, hogy mennyi ember volt nekem is az életemben, akik elmondták az evangéliumot, vagy segítettek nekem is. Sokszor sokáig én se értettem. Meghallottam, meg aggyal megértettem, de amíg eljutott a szívem, amíg ahhoz kellettek évek, hogy tényleg valójában ez az én életemre is személyesen hozzám is szól ez az evangélium, és az én életemet is Krisztus át akarja formálni, még akkor is, amikor elején nem láttam ezt. Szóval sokan látjátok, hogy ez tényleg egy hosszabb folyamat, és hogy több részben be tudunk csatlakozni ebbe, hogy Isten hírét tovább tudjuk adni. Aztán a másik rész így a növekedéssel kapcsolatban, hogy ez mindig munkával, mindig áldozattal jár. De itt van az a rész is, hogy mindegyik a maga jutalmát megkapja majd fáradozásához méltóan. Amit énekeltünk is, hogy Isten győztes életre hívott el bennünket is, hogy így szeretne nekünk is jutalmat adni majd. Egyébként én már úgy látom, hogy Isten tényleg olyan kegyelmes, hogy már itt a Földön meglátjuk valamilyen szinten a jutalmat, hiszen megáld bennünket, megvédelmez bennünket. Ezek nem alapvető dolgok, én úgy gondolom, hogy egészségesek tudunk lenni, vagy van hol élnünk, hanem ezek már mind-mind Isten ajándékai, amit már megkap, vagy kapunk már itt a Földön is. De az a jó, hogy nem csak idáig szól ez az egész jutalom, hanem tovább is. És amiről volt szó egy kicsit múlt alkalommal is, hogy ugye ebben a posztmodern időszakban, amiben élünk, a központban mi van, vagy kik vannak az én, hogy önmagam fejlődjek, hogy önmagam érdeke legyen elől, mindig ezt hallhatjuk több helyről, és hogy Istennek sokszor meg így pont az ellentétje, hogy azt kéri, hogy magunkat egy kicsit tegyük háttérbe, és adjuk át Istennek a vezetést. Hogyha visszaemlékeztek az Ószövetségben Noé életére, a Noénak is nagyon sok áldozatot, meg nagyon sok munkát kellett belefektetnie abba, hogy az, amit Isten mondott neki, az megvalósuljon. És hogy ez is, hogy növekedjen és megmeneküljön a családja, az munkával járt, hiszen megépítette a bárkát, ami nem volt sokszor könnyű, hiszen a környezet az nem is arra mutatott, hogy az annak van értelme, amit csinál. És lehet, hogy emberileg úgy tűnik, hogy olyan dolgot csinálunk, ami nem racionális, vagy nem emberi gondolkodásból kifolyólag logikus. De itt van az, hogy Isten mire hívott el bennünket, és mi az, ami az alapja az életünknek, és mit mondott, hogy merre menjünk. És Noé is ezt látta, hogy Isten azt mondta neki, még hogyha nem is mutatott rá a környezet, vagy nem is voltak rá bizonyítékok, hogy megmenekítse a családját az özönvíztől. És hogy ezért fontos, hogy lássuk, hogy tényleg mi Isten akarata. Aztán a következő rész, hogy a növekedéshez nagyon elengedhetetlen része az, hogy jó alapja legyen az életünknek. Hogyha belegondoltok egy házépítésnél is, sokaknál ez aktuális kérdés is, hogy az, hogy ez az alap, ez szilárd legyen, erős legyen, az fontos, hogy egyenes alapja legyen, és hogy egy erős alapja legyen, ami elbírja utána a ráépített falakat, tetőt, meg a többi dolgot. Szóval az alap az nagyon sok mindent meghatároz a későbbiekben, hogy mit tudunk ráépíteni. Ezért fontos az, hogy ez az alap, ez Jézus Krisztus legyen, akibe belevetjük a bizalmunkat. És ahhoz, hogy egy jó alapot tudjunk vetni, ugye fontos az, hogy az a területet tudjuk így kitisztítani, megtisztítani. És ez az, amit, hogyha átvetítjük a szellemi életre ezt a házépítéses képet, hogy magunktól lehet, hogy sok mindent nem tudunk megtisztítani az életünkbe, vagy megtisztulni, vagy megfordítani, vagy átalakítani, és ez az, ami Jézus képes megtenni az életünkbe, vagy átformálni az, amiket már lehet, hogy évek óta berögzült rossz szokások, vagy bűnök az életünkbe, és megfordítani az, ami eredetileg romlásba menne, az életünk az kapjon egy jó alapot. Pál is, aki ezt a levelet írta, ugye azt olvasjuk róla, hogy az elején üldözte a keresztényeket, és pont ellentétbe ment azzal, ami utána történt, hogy utána meg így a gyülekezetek, az emberek voltak a fontosak, a keresztények voltak fontosak a számára. Szóval, hogy Isten és Jézus
képes arra, hogy megfordítsa így az életünket, hogy tudjon így új alapot adni nekünk. Aztán az alapon túl, vagy az alapra, hogyha ráépítkezünk, itt olvassuk azt is, hogy vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá, és mit épít rá, utána ezt olvassuk, hogy aranyat, ezüstöt, drága követ, stb. Fontos, hogyha építkezünk, és építjük az életünket, akkor az, hogy milyen dolgokat teszünk, az időbe fog kerülni. Az ugye, amit mondtam is, hogy áldozattal jár, munkát kell belefektetni. És hogyha belegondoltok, hogy az alapra teszünk falakat, akkor a falaknak van egy olyan funkciója, hogy elválaszt a többitől, hogy elválaszt a környezettől, a körülményektől, és hogy ezért fontos, hogy a mi életünkben is tudjunk olyan határokat szabni, amiknél azt mondjuk, hogy ez innentől nem, akár így a bűnökre, azt mondani, hogy ezek már bűnök, és itt határt szabok, és nem engedem be az életembe, nem engedem be a házamba. És ugyanígy ezek a kísértések is. A kísértések nagyon sokfélék lehetnek, mindenkinek másmilyen a kísértése. Ugye ezt olvassuk a Bibliában is, hogy a forrás, a szívünk forrás, hogy a szívünk miatt vagyunk kísértetve, és mindenkinek más minden lehet a kísértés. De fontos, hogy ebben is, hogyha tudjuk, hogy ez kísértés, forrás vagy helyzet, akkor oda is tegyünk falakat, hogy szabjunk ilyen határokat az életünkben, hogy nem engedjük meg, hogy a kísértés, hogy a régi dolgok visszajöjjenek az életünkbe, és lerombolják azt, amit addig felépítettünk Istennel. De itt igazából nem azt akarom ezzel kifejezni, ezzel a fallal, hogy ezáltal egy burkot is teszünk magunk köré, amivel nem engedjük meg, hogy mások megismerjék az életünket. Ugye, hogyha belegondoltok, hogyha a falak vannak, akkor azon vannak ablakok, vannak olyan helyek, amik azért fontos, hogy így a kapcsolat, és igazából ahol élünk, a családunk, a munkahely, ez a külvilággal, vagy a világgal való kapcsolat, ami alapvetően, lehet, hogy ugye, amit mondtam is, hogy ez a posztmodern szellemiség, az rosszra visz, de ugye megmarad ez a kapcsolat azért vele. Szóval fontos, hogy azért így ne határolódjunk el teljesen a világtól, hanem valamilyen szinten megmarad ez a kapcsolat, de ne is engedjük be az életünkbe azokat a dolgokat, amik viszont a bűnbe vagy kísértésbe visznek. Szóval fontos megtalálni ebben az egyensúlyt, hogy ne szélsőségbe menjünk bele, de egyik szélsőség vagy másik szélsőség, de megtaláljuk így az egyensúlyt ebben. Aztán, hogyha a falakon túl ugye építkezünk tovább, akkor a tető az, ami védelmet jelent abban, hogy amikor jönnek a viharok, a nehézségek, akkor tudjunk így szárazon maradni, vagy védelemben maradni. A 91. Zsoltárból szeretnék egy részt ehhez felolvasni. 91. Zsoltár 4. verse. Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége. Tehát, mint egy, ugye itt a madárnak a képével élve, hogy ahogy így a madár szárnyai befedik az életünket, úgy ugye ez a ház képével élve, ugye a tető az, ami megvédelmez bennünket, hogy így lesz teljes ugye ez a ház, hogy vannak falai, vannak teteje, meg van ugye egy szilárd alapja ennek a háznak is. És ugye ez folyamatos növekedés, vagy folyamatos dolgok, mert lehet, hogy valahol kell javítani, vagy valahol kell utána még építeni, ezért a növekedésünk is egy ilyen folyamatos dolog. És az, hogy mit építünk az életünkbe, fontos az is, hogy hogyan építjük az életünket, és hogy mit építünk bele. Szerintem egyrészt nagyon fontos az, hogy mielőtt így beszélünk arról, hogy mit építünk az életünkbe, hogy átadjuk tényleg a teljes életünket Jézusnak, hogy engedjük azt, hogy ő vezesse az életünket. És ő az, aki meg tud bennünket ajándékozni egyrészt azzal, hogy örök életünk legyen, hogy örök életünk van vele, és másrészt pedig tud adni olyan ajándékokat is, ugye ezek a kegyelmi ajándékok, amikkel tudunk szolgálni, tudjuk építeni a saját életünket, a környezetünket, a gyülekezetünket.
És másrészt fontos, hogyha abban gondolkozunk, hogy mit építünk az életünkbe, hogy olyan igazságokat építsünk be az életünkbe, amely Istentől valók, hogy amiket Isten mond nekünk, vagy mondott nekünk, hogy ugye Jézus Krisztus által gyermekei vagyunk Isten, Jézusnak, Istennek, és mivel megbocsájtottak a bűneink, így ő elfogad bennünket. És fontos, hogyha már megbocsátotta a bűneinket, akkor mi is így tudjunk megbocsájtani. Akár egy-egy igazság, vagy megbocsásunk önmagunknak, a régi dolgokat meg tudjuk bocsájtani, és hogy azok az igazságok, amiket Isten mond nekünk, azokat tudjuk elfogadni és beépíteni az életünkbe. Akár ahogyan lát bennünket Isten. Lehet, hogy sokszor így nem úgy látjuk magunkat, ahogy Isten lát bennünket, mert Isten többet lát bennünk, de akkor higgyük el, ahogy itt olvassuk is, hogy a világosság megvilágítja Isten, hogy lássunk jobban, mint amit mi látunk eredetileg, vagy első körben. Aztán fontos így az, hogy mit építünk az életünkben, hogy a fókuszunk az hol van. Hogy a saját érdekünk a fontos, vagy pedig az, hogy figyelünk az Úrra. És ezáltal lehet, hogy nem a saját érdekeinket tesszük előre, hanem arra, hogy tudjunk figyelni másokra, hogy segítsük másokat, hogy tudjunk segíteni másoknak. És így ebből következik az is, hogy a szolgálatnak is ez az alap, hogy azért tudunk szolgálni, mert már mi Istentől kaptunk ajándékot, Istentől kaptunk erőt, szeretetet, ezt a megbocsátást, és ezt tudjuk továbbadni másoknak. Hogyha megnézzük a Lukács evangéliumában a 10. fejezetet, ez az irgalmas samaritánus története. A Lukács 10:25-től van az irgalmas samaritánus története, amikor felolvasom azt a részt, ami ehhez tartozik, de egyébként az egész rész is el lehet olvasni otthon. Ezt kérdezte az egyik törvénytudó Jézustól, hogy ki a fele barátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki, egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan ott hagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton lefelé, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, de amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy arra utazó samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta, odament, olajat és bort öntött a sebeire, és bekötötte azokat. Azután feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba és gondját viselte. Másnap elővett 2 dinárt, odaadta a fogadósnak és azt mondta neki, viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz, a 3 közül ki volt a fele barátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt, az, aki irgalmas volt hozzá. És itt is látjátok, hogy ez a történet egy kicsit úgy rámutat arra is, hogy az, akitől lehet, hogy első körben várnánk a segítséget a paptól, vagy a lévitától, tehát olyan embertől, aki külsőleg úgy tűnik, hát ő az, aki segít az embereken, hogy nem ők voltak azok, akik ennek az embernek segített, hanem egy teljesen más ember volt az, aki segített ennek a bajba esett embernek. És hogy itt is benne van ebben a történetben is, hogy ez az ember is, aki ez a samaritánus ember, hogy háttérbe szorította magát, hogy lehet, hogy neki is lett volna dolga, és ment volna tovább arra, amerre tartott, de mégis háttérbe tette magát, és segített ennek az embernek. És így tudunk mi is szolgálni, hogyha háttérbe szorítjuk magunkat, és meglátjuk, hogy Isten hol szeretne bennünket látni. És lehet, hogy talán akkor tolódik az, amit alapvetően terveztünk, mint ennek az embernek is biztos, hogy lett volna mit tenni, de azt mondta, hogy segít ennek a bajba jutott embernek. És hogy mit építünk rá, ugye azt olvassuk, hogy akkor lesz világos, amikor visszajön Jézus Krisztus, és akkor látjuk meg, hogy az, amit addig építettünk az életünkbe, az mi, hogy
tűzben megégő, vagy pedig tényleg örökkévaló, az, ami tényleg értékálló. Ezért fontos, hogy tényleg gondoljuk át az életünket, hogy mi az, amit így építünk bele az életünkbe, hogy az, amit alapot megkaptunk Krisztustól, arra mit építünk, és hogy mire hívott el bennünket Isten. Aztán az utolsó részben ezt olvassuk, hogy Isten temploma vagyunk, és az Isten szelleme lakik bennünk. Tehát fontos, hogy tényleg tiszteletben tartsuk és óvjuk, őrizzük azt, amire Isten elhívott bennünket. A szentségből ugye benne van az is, mert itt azt írja, hogy Isten temploma szent, hogy el van különítve számára, és ez a templom mi vagyunk, hogy Isten számára egy elkülönítettek vagyunk, és ezért fontos az, hogy így tudjunk gondolkodni, így tudjunk imádkozni, hogy tényleg Istennek mi az akarata, és hogy miket építünk be az életünkbe, vagy mire szánunk időt,